27. családkongresszuson vagyunk most itt. Nagy öröm és ajándék, hogy Miró László püspök atya után most én vezethetem a családbizottságot. Eredetileg Szent József év kapcsán, illetve Amoris Laetitia év kapcsán fűztük fel a témákat, és meg is maradt ez a vonalvezetés, de aktualizálva jelen kihívásaira a családév, az Amoris Laetitia családév ürügyén. Előadások, illetve párhuzamosan futó tematikus fakultációk voltak. Ez picit új donság volt ez a korábbiakhoz képest, hogy nem csak előadások voltak, mint például délelőtt Krúdi Tamás, keresztény újságíró barátunk a családbizottságban, ő is munkatárs, a gender kialakulásáról, annak a kihívásairól tartott előadást. A gender fogalma az viszonylag új keletű, de tulajdonképpen egy 50 éves múltra, 60 éves múltra tekint maximum vissza. Illetve maga a szó, az már nagyon régóta létezik, az angol nyelvben ez a különböző szavaknak a nemét jelölte, de kizárólag nyelvtani kategória volt. És egy 60 évvel ezelőtt egy amerikai pszichiáter volt az, aki ezt átértelmezte, és a biológiai nemtől való megkülönböztetésre használta, mert ő azt állította, hogy az ember két éves koráig, az emberi gyermek két éves koráig nem eldöntött, tehát képlékeny alakulhat bármilyen módon, és az, hogy utána férfi vagy nő lesz belőle, az a társadalmi hatásoktól függ. És ezt a társadalmi hatásokat nevezte elő gendernek. Magyarországon nagyon, nagyon átpolitizálódott ez az egész kérdés, ami abból a szempontból nagyon-nagyon jó, hogy felhívta az embereknek a figyelmét. Azt nem lehet mondani, hogy ezt a kérdést figyelmen kívül lehet, vagy szabad hagyni, ugyanis a nyugat-európai vagy az észak-amerikai példák azok elég ijesztőek és elég rémisztőek. Olyan dolgok történnek meg. Tehát például ugye Magyarországon is lehetett olvasni meg hallani arról, hogy magukat nőként deklaráló férfiak vehettek részt női sporteseményeken, és meg is nyerték azokat, vagy olyan ketrecharcos verte meg az ellenfel, női ellenfelét, aki ugye magát nőnek deklarálta, de valójában férfi. Tehát ilyen teljesen nyilvánvaló, a józan észre szembe menő események is történnek, és ami egyébként még veszélyesebb, hogy azok a kisgyerekkori, vagy talán kiskamaszkori elbizonytalanodások, amik a gyerekek jelentős részére jellemző, és tényleg amikor nagy átalakulás van itt a gyerekeknél, akkor sok mindent megkérdőjeleznek. És ha ilyenkor valaki elkezdi őket egy olyan irányba nyomni, hogy neked más az identitásod, te nem fiú vagy nem lány vagy, hanem valami más, amit majd te választasz magadnak, akkor óriási kárt lehet tenni ebbe ezzel a gyereknek a fejlődésében. Mi gyerekeink már nagyok, 17 a legkisebb, többi már többek felnőttek. Tehát amit otthonról vittek, amit tőlünk példát kaptak a beszélgetésekből, illetve az egyházi iskolába kapott értékek, amik egymást erősítik a család és egy katolikus iskola, az tulajdonképpen jó értelembe vett normalitás felé viszi őket, és soha nem kérdőjelezték meg a saját nemüket. Foglalkoztak, tehát akár iskolai közösségben előjött a téma beszélgetésbe, azért mindig azt kaptuk vissza, hogy ők a helyükön vannak. Általános elsőtől érettségig tanítok gyerekeket, és azért jönnek elő ilyen kérdésekkel. És hozzák, bizony a hittanórába bejönnek ezek a kérdések, tehát engem inkább abba segít, hogy ott hogyan lehet bemutatni. Tehát az, hogy ez nem egy véletlenül most a fejünkre pottyant eszmerendszer, hanem hogy ennek bizony már történelmi távlatai vannak. Az, amit pár évvel ezelőtt a Biró püspök mondott, hogy olyan szavak, fogalmak, amikre azt gondoltuk, hogy egyértelmű, szeretet, szerelem, házasság, párkapcsolat, hogy ezt mindenfélére ráhúzzák. Tehát, hogy vigyázzat a fogalmak szintjén, nagyon-nagyon mást értenek azon, mint mi. Az egyházban most hangsúlyozzuk, mennyire fontos a házasság és a család.
és fontos, hogy a családok is összejöjjenek, mert akkor lehet látni, hogy minden család nem csak egyedül van, ahol él, hanem lehet más családokkal találkozni. Azért van ez a nemzetközi találkozó, és a Szent Atya ebben az évben azt akarta, hogy ne legyen csak egy nemzetközi találkozó ebben az esetben Rómában, hanem legyen valami minden egyházmegyében. És ez szerintem nagyon fontos, alapvető is, hogy tudjuk egyre jobban látni, milyen jó a család, milyen fontos, és hogy tulajdonképpen ez a társadalom alapja a család, és a család élet. Mai egyháznak a családpasztorációs irányultsága és kérdései másak, mint az elmúlt évtizedekben. És ezekre keresni az utat, a választ és a megoldást, ez papoknak, egyháziaknak, civileknek egyaránt létkérdés is. A család az a alapsejtje a társadalomnak, és egyháziak próbáljuk ezt fölismerni, és valóban a jövő családját, jövő egyházát szolgálni, és ennek a veszélyeit, aggodalmait, lehetőségeit, megoldásait keresni, és jöttünk, és látni azt, hogy sokan vannak, akik ennek a kérdésnek a bűvkörében vannak, és nem csak a kérdést teszik föl, hanem valahol nagyon élesen keresik erre a választ. Ez hivatás, feladat, kötelesség. Azt gondolom, és akik itt vannak, azok mindegy gondolkodásúak. És ebben a közösségben jó kiteljesedni, és jó látni ebben a közösségben azt a tenni akarást. Számtalan veszélyt rejt magában a társadalmunkban, a családokra, gyermekeink jövőjére nézve, és azt gondolom, hogy ez sokakat tettekre, gondolkodásra, megoldásra késztet. Én ma hallottam egy nagyon szép idézetet, minden gyermek egy titokcsomag, ez nagyon megfogott, és tehát ráébresztett és elgondolkodhatott egy kicsit, hogy tényleg a gyermekekért mi mindent meg kell tennünk, hogy aztán a későbbiekben boldog keresztény családok legyenek, és hogy mennyi felelősségünk van, és olyan jó és szép előadásokat hallunk ennek kapcsán, és hogy mi az, amit tehetünk érettük. Nagyon örülünk, hogy újra itt lehetünk. Jó volt a bíróbiskup atyának hallani újból a milánói világtalálkozónak a tanítását. Ott voltunk Milánóban, és a mostani szavak azok és itt újra élesztik bennünk a munka, a család, az ünnepnek a jelentőségét, egyensúlyát. Úgyhogy ez számomra meghatározó, és szeretném a családba ezt megújítani, illetve a házas közösségünkbe elvinni. Most már sokkal nagyobb családdal jöttünk, mint 3 évvel ezelőtt. Itt a 3 kicsivel gazdagabbak lettünk, most már igazán nagy családnak számítunk. És nekem ez az alkalom most arról is szól, hogy nagyon sok olyan téma van, ami érinti a gyerekeinket is, nem csak minket szülőket. Délelőtt hallottunk itt a családot romboló erőkről, és arról is, hogy tényleg nagy erővel nézünk szembe, és ez nem csak egy ilyen kis langyos lehetőség, hogy elviszi valami a gyerekeinket, hanem hogy keményen meg kell őket őrizni. Sokat jelentett az, hogy délután volt egy előadás arról, hogy 10-13 év közötti fiúknak hogyan lehet egy titkos küldetéssel elmondani az élet keletkezését és a férfias felelősséget. Ez is sokat jelentett, hogy hát nőnek majd a gyerekeink, és ebben is tudunk nekik segíteni. És nagyon fontos téma számomra az, hogy az online eszközök, a mobiltelefon és a többi hogyan hatnak a gyerekeinkre, és megerősítést kaptam abban, amit egyébként teszünk is, hogy képernyőmentesen neveljük a gyerekeket, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy a családi időt ne adjuk a képernyőknek, hanem ennél sokkal többről. Én már beleszülettem ebbe az egészbe. Szüleim családreferensek, amióta az eszemet tudom. Édesapám pedig zenei szolgálatot végez, szintúgy, amióta csak az eszemet tudom. Én ebben élek, hallgatom őt, ahogyan énekel, gitározik, dicsőíti az Istent. Így kerültem én ide a családkongresszusra is, hogy őt meghívták, hogy zenei szolgálatban segítsen.
és hát akkor miért ne? Hozott már engemet is. Hihetetlen élmény számomra. Egyszerűen meglátni az egyel feljebb lévő generáció világát, egy kicsit belemerülni az ő gondolataikba. És olyan különleges élmény az, hogy nekem ez egy kapcsolati lehetőség, ez a gitározás, éneklés, Istennek a dicsőítése. Azzal, hogy édesapámtól tanultam ezt az egészet, tulajdonképpen vele töltök egy minőségi időt minden egyes alkalommal, amikor zenélünk, de ezzel a zenéléssel, énekléssel a saját korosztályomban is egy különleges időtöltési lehetőség és ima lehetőség az, amit úgymond élhetek. Hihetetlen megtapasztalni azt, hogy különböző katolikus mozgalmaknál, Schönstattnál is mekkora ereje van egy közös éneklésnek, gitározásnak, és újra felfedezem azt is, hogy más dolog szimplán szórakozni és úgy zenélni, vagy szolgálatot tenni. Nagy ajándékként éltük meg, hogy délután Bíró László püspök atya eljött hozzánk személyesen, és család, ünnep, munka ennek a hármasságáról beszélt, különös tekintettel a 10 évvel ezelőtti Milánóban megrendezett családok világtalálkozójának az volt akkor a vezérfonala, most ezt fölelevenítette. És sokszor elmondtam ezen a fórumon, hogy van az egymással élés, az egymás mellett élés, van az egymásért élés, és van az egymásban élés. A szeretetnek a három formája. És nem veszük észre, hogy mit csinálunk. Mindig az időről van szó. Egymás mellett élni, mindig ez a képem, százszor hallottátok tőlem, hogy a sváb fáskamrába a hasított fa szépen ott van a másik mellett. Szorítja egyik a másikát. De nincsen közük egymáshoz. Egymásért lét, amikor dolgozunk, mint a barom, a családért, és akkor mondja egyik a másikának, hogy hagyjál békén, fáradt vagyok, értetek, dolgozom. És bele is nyugszunk. De attól még szétmegy a házasság. És van az egymásban lét, hogy a pápát szoktam idézni, Benedek pápát, hogy minden egyes ember Isten logosza, és ha Istennek ez a logosza, tehát mindegyőtök a páratoknak, Isten üzenete vagytok. Isten logosza. Most ha nincsen időtök egymástól, ez a bizonyos minőségi idő, akkor ott van a két logosz, de mert nincsen dialogosz, ezért nincs egymásban lét. Hogyha ide beléptünk ebbe a terembe, vagy ebbe a épületbe, vagy erre a környékre, ezt a imádkozó hátteret is hazavisszük, ma azzal is sokat kapunk, és még azzal is sokat kapunk, amiket itt előadások alatt hallgatunk, a Szentmisében és a találkozásokkal. A találkozások is egymást erősítnek bennünket, és megerősítik azokat a dolgokat, hogy amik kitartunk, akkor mindig jó, ahogy együtt vagyunk. Én most jöttem éppen a Pécsi Rita előadásáról, és nagyon-nagyon sok dolgot hallottam. Az volt az előadásnak a címe, hogy fejleszt vagy rombol a technika. És valójában persze mi is úgy neveltük, 4 gyermekünk van, már felnőtt gyermekek, és most már igazából inkább unokáinknak adunk tanácsokat ezzel kapcsolatban.
pedagógusként is nagyon tudom ezeket hasznosítani, ezeket az információkat, az előadásnak az anyagát, és hogy mennyire, tehát most szembesültem azzal, hogy mennyire tud romboló is lenni a technika. Tehát, hogy nagyon jól kell használni, és kutatással alátámasztva azt mondta az előadónő, hogy tényleg, hogy ennek milyen súlyos következményei vannak a gyermek életének a további szakaszára is. Minden családnak az egyik legfontosabb üzenet, hogy ne veszítsék el azt a reményt, hogy a világról alkotott képükbe a valóságot elengedik. Sajnos a mai világ olyan kommunikációs eszközökkel és lehetőségekkel vesz körül minket, amiben a valóságról alkotott képünket megpróbálják elrabolni egész egyszerűen tőlünk. Mindenkit bezár a maga kis világába, mindenkit külön-külön táplálnak meg a maga kis személyre szabott információival, kiépítik az egyéni valóságburkokat, és utána nem értjük, hogy az emberek miért nem tudnak szót érteni egymással, akár egy családon belül is. Egy asztal mellett ülhetünk, 6 telefon nézünk ez egymással párhuzamosan, mindenkit más impulzusok érnek, és nem tudjuk, hogy egyébként ugyanazt a világot látjuk, vagy teljesen különböző világokat látunk. Úgyhogy ilyenkor szépen ezeket az eszközöket el kell tenni, nem azért, mert ördögtől való volna, csak megvan a maga helye és szerepe. A családban, egy vacsoránál például az egyik legfontosabb kérés az lenne, hogyha mindenki tegye úgy le a mobiltelefont, hogy vacsora közben ne legyen karnyújtásnál közelebb. És nem szabad fölállni, akárkinek csörög a telefonja. Mikor vezető beosztásokban vagyok, akkor értelemszerűen van, amikor az esti időszakban is hajlamosak az embert megtalálni a feladatok, és ilyenkor nekem is erőt kell vennem magam, és megmondom, hogy nem érdekel, hogy kihívott, nem fogom fölvenni a telefont. Ha én ebben nem tudok édesapaként, családfőként példát mutatni, mi jogom várom el a gyerekektől egyébként, hogy ők következetesek legyenek. Tehát ebbe a szülőknek nagyon fontos és nagyon kemény következetes álláspontot kell képviselniük, de megéri, mert egyszer csak elkezdenek beszélgetni egymással az emberek, és a valóság már nem manipulált híreken keresztül, és manipulált rövid kis videókon keresztül érkezik meg hozzánk, hanem személytől személyig tudunk kommunikálni. Ezzel nyerjük vissza azt a területet, ahol a valóságképeink újra találkozhatnak, és embertől emberi kapcsolat létrejöhet. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy itt lehetek a családkongresszuson. Én igazából először vagyok itt, de nagyon örülök annak, hogy a legfontosabb dolgot megvalósíthatom, a kapcsolatokat építhetem. Mert szerintem persze nagyon sok okosságot hallunk meg nagyon szép dolgot az előadóktól, de aztán ez a találkozás az, ami miatt én jöttem. Találkozok olyan emberekkel, akikkel együtt tudom majd valahogy folytatni ezt a munkát, hogyha hazamegyek. Mert nagyon fontos, hogy hálózatot építsünk, közösséget, mert együtt erősebbek vagyunk. És ez az, ami miatt én most ide jöttem. De azért persze itt hoztam egy ilyen könyvet is, ezt adta ki az intézetünk. Ugye egy életvédő szent, Szent Gianna Beretta Molla és az ő férjének, a Pietro Mollának a szerelmes leveleit adtuk ki. Talán nem mind annyian, vagy talán senki nem is olvasott még szentek szerelmes leveleibe bele, de most megteheti, mert hogy ez most itt kiadásra került magyar nyelven. Szerintem érdemes beleolvasni. A férfi több levelet írt, mint a nő, úgyhogy már csak ezért is, és nem akár ki a férfi, tehát egy gyár igazgatója, egy komoly ember, sokat dolgozik, rengeteg férfias vonás kerül elő, és mégis azért hát megvallja, hogy szereti ezt a Giannát, aki hát méltó is a szeretetre, és hát ezt bizonyította is, mert szenté vált. Életét adta a gyermekéért, és úgy gondolom, hogy ez már önmagában megéri azt, hogy elolvassuk ezt a könyvet, hogy két olyan ember az, aki itt találkozik, és aki megosztja a gondolatot a legmélyebb szinten, hiszen azért a szerelmes levelek azok nem felszínes dolgok, hogyha beleolvasunk, akkor megismertünk egy szentet egészen, egészen intim mélységben. A Család és Élet Egyesületet az 12 éve
hoztuk létre Kárpátalján. Majdnak Antal püspökatyának volt egy ilyen régi vágya, hogy legyen valamilyen életvédő szervezet nálunk és az Egyházmegyében. És akkor elkezdtünk igazából piciben működni, a terhesség megszakítások megelőzésére információt adni, krízisben lévő nőkkel foglalkozni, illetve később aztán abortuszon átesett nőknek lelki gyakorlatokat szervezni. Ezek nagyon szép és gyógyító alkalmak lettek. És aztán lassan kiderült az is, hogy azért más bajuk is van az embereknek, illetve hogy Kárpátalján a lelki gondozás, vagy bármilyen pszichológiai szolgáltatás, az egyszerűen nem nagyon működik. Magyar nyelven meg végképp nincsen. És a mentalitás is nagyon más. Tehát ha bármilyen baja van az embereknek, egyébként ez legyen anyagi gond, legyen valamilyen lelki gond, valamilyen családi probléma, hogy gyakorlatilag mindig az egyházhoz mennek, mert nincsen más, ahova menjenek. Magyar nyelven végképp nincsen más. És akkor oda jönnek a paphoz, vagy oda jönnek az egyházi szolgálatokhoz. És az egyházi szolgálatokban ilyen lelki dolgokkal foglalkozó egyesület nem nagyon volt, és akkor kezdtünk egyszerűen válaszolni az igényre, hogy ha valakinek valami problémája van, akkor szakszerű segítséget kaphasson, és akkor így lettek végül is pszichológusaink, így végeztük el aztán többen a lelki gondozói szakot. És egyszerűen, amit az egyház adhat az embernek, az alapvető kérdéseire a válaszokat. És most, amikor ebben a háborús helyzetben az emberek megtapasztalják azt, hogy amire eddig építettek, az összeomlott, ugye nagyon élesen előjön az evangéliumnak a helyzetképe, hogy aki sziklára épített, az azért megmarad, és aki homokra építette a házát, az pedig összeomlik. Ez nagyon világosan látszott most, hogy akkor azért ezek az emberek, akik valahol összeomlottak, vagy támogatást igényelnek, ő hozzájuk oda lehet fordulni, mert ebben a pillanatban viszont megérezték azt, hogy nekik szükségük van az Istenre. Tehát azok az emberek, akik eddig úgy érezték, hogy meg tudják oldani az életüket, és most elvesztették a lábuk alól a talajt, az egyszerre kinyíltak valahol az Istenre. És nagyon érdekes, hogy bár sokan eltűntek Kárpátaljáról, mégis a templomokban, legalábbis Munkácson, ahol én vagyok, ott többen vannak, mint korábban, vagy több szentségimádás, több imaóra van, mert igénylik az emberek. Vagy éppen beszéltem egy nénivel a faluban, hogy korábban hát olyan 3-4-en eljöttek a délutáni imaóra, azt most minden nap eljönnek 20-an. Tehát hogy valahogy érzik az emberek, hogy szükségük van Istenre. Utolsó gondolatként azt érdemes a családoknak megfontolni, hogy egy család élete egy koncentrikus rendszer. Nem úgy van, hogy van a szülőnek a munkahelye, van a család belső élete, és vannak egyéb szolgálatok, amit jó szívvel esetleg vállalnak még a szülők egyénileg, közösségileg, házaspárként. Ezek egymásba ágyadódott történetek, és nagyon fontos, hogy ennek a sorrendjét betöltsük. Mindenkinek a saját lelkével kell kezdenie a saját egyensúlyának a visszaszerzését, és azt a belső békének a kialakítását, megnyerését, ami szükséges ahhoz, hogy a kiégés az ne egy mindennap folyamatosan velünk élő jelenség legyen, hanem egy olyan valami, amit egyébként el lehet kerülni odafigyeléssel, hogyha sikerül csendben maradnunk, ha sikerül megértenünk, hogy az Eucharisztikus Kongresszus az nem egy rendezvény volt a világ felé valami nagy kulturális esemény, hanem az a legelementárisabb felkiáltó jel, hogyha az életünk nem az oltári szentség előtt térdelve, nem annak a kisugárzásából és személyes kapcsolatából forrásozik, nem onnan merít erőt, akkor igazából egy színjátékot játszunk keresztényként is a világ előtt. Ami lehet szép, lehet vonzó is, hiteles bizonyosan nem. Úgyhogy én ezt kívánom mindenkinek, hogy az oltári szentség előtt megtalálják a családok, a családfők, házaspárok a csendet, azt a belső békét, ami után egy teljesen új kapcsolatrendszer irányába indít el minket, és segít abban, hogy a belső békénket megtalálva másokat is sokkal tartósabban, sokkal hatékonyabban tudjunk hordozni. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon sok bölcsességet és energiát.